Sziasztok, ez itt a Hitchcock Challenge, megnézzük a mester összes filmjét, ma pedig a Csalás című opusszal folytatjuk. Az elég hülye nevű Mr. Dudafújó egy új gazdag iparos, az egyszerűség kedvéért mi hívjuk Aladárnak. Meg akarja vásárolni ezt a kunyhót ettől a két öregtől, de ők nem adják, sőt bepanaszolják a földesúrnak, Mr. Dombtetőnek, akit mi most az egyszerűség kedvéért hívjunk Bélának. Aladár alapvetően több földet akar venni, hogy a fejlődés jegyében gyárakat építsen, de Béla úrnak ez nem jön be. It's a declaration of war. Az utolsó nagyobb birtokot egy árverésen lehet megvenni, a két nagyokos hosszasan licitál egymásra, de a végén egy harmadik nevető nyer. Azaz mégsem, mert csak egy strómanja volt Aladárnak. What? Mrs. Béla akcióba lép, üzen Aladárnak, hogy tud valami szaftosat a mennyéről, Chloe-ról. Aladár rákérdez, de a lány adja a hülyét. Úgyhogy elmegy Béla nejéhez, aki szerint Chloe régen rossz lány volt. Előkerül pár férfi a múltból, és hát a hír igaz. Béláné megígéri, hogy hallgat, ha Aladár féláron tovább passzolja nekik a földet. Chloe elmegy Béláékhoz panaszkodni, mert már mindenki róla beszél a városban, és ez nagyon ciki. Megjelenik a férje, Chloe-t keresi, aki közben elbújt. Jön Aladár is balhézni, de közben megtalálják Chloe-t, aki a kerti medencébe vetette magát. Mindenki szomorú, kivéve a két öreget, akik maradhatnak a kunyhójukban. Nagyon szép a mondani való. Én úgy értelmezem, hogy Aladár és Béla valójában ugyanaz az embertípus, csak másik élethelyzetben. Az egyikük az éppen most építi fel a világot maga körül, I've got the future, all right. A másik pedig a meglévő rendet védelmezi. I was born here, and my father, and his. Milyen szépen van ez szimbolizálva, egyikükhöz évszázados fákövezte úton lehet eljutni, a másikuk házát pedig most ültették körbe facsemetékkel. Ettől sajnos még ez nem egy jó film, elég unalmas. De ha az embernek van egy főnöke, akkor nem mindig azt csinálja, amit szeretne, hanem amilyen feladatot kap. Úgyhogy nézzük, hogy egy teljesen motiválatlan Hitchcock mit hozott ki ebből a forgatókönyvből. Itt a bácsi néz ki az ablakon, figyeli a tájat, de hoppá, ez nem is egy táj, hanem az árverés plakátja, hatalmas átkötés, aztán hallgassuk a színészeket, így nevezik. Vetnek a színészek. Jön egy hosszú kameramozgás, és ahogy azt tanítják, mindig vezeti valami a tekintetünket. Ez egy nagyon szép ecsnittes felvétel, és egy nagyon csúnya vágás van a végén. Innen bemegyünk az árverésre, ahol Hitchcock Schwenk versenybe kezd. Úgyhogy aki megszámolja, hogy összesen hányszor kaszál a kamera, az kap egy csokit. Itt ez a szegény Chloe, aki valamiért mindig alkalmi ruhában van. Először azt hittem, hogy ő az iparos faternek a lánya, talán azért is, mert többször apának szólítja. De nem, mert valójában az iparos fiának, Charlie-nak a felesége. Charlie az egész filmben összesen kettőször jelenik meg, abból az egyik, amikor megtudja, hogy apa lesz. But I am gonna have a child, Charlie. Are you glad? Of course. Teljesen hiteles. Sokkal többször látjuk az öccsét, Ralphot, aki egészen belsőséges viszonyban van Chloe-val. Az egész film egy picit olyan, mint az árverésen ez a segédcsávó, aki dumál, nem hallani, hogy mit mond, beszólnak neki, hogy hangosabban, de utána se lehet érteni semmit. Hitchcocknak tele volt a hócipője, úgyhogy forgatás után összepakoltak és elmentek egy világkörüli útra a családjával. A film Magyarországról nem nézhető meg a YouTube-on, de a Torrentboltból letölthető, vagy az Alexandrában megvásárolható DVD-n. További tudásmorzsákat beteszek ide a leírásba, és most a kedvenc snittem jönne, de nincs, bár ezt a pillanatot nem felejtem el, amikor Chloe elrejti a papírgalacsint. Lájkoljatok, iratkozzatok föl, vagy nézzetek további videókat a csatornáról. Következő héten a Gazdag és Különös című filmről lesz szó, amit a világkörüli útról hazaérve készített Hitchcock és egy világkörüli útra induló párról szól.